zsámú. Kisza cipőbe. Öreg fejjel eljutottatok oda, hogy vívóként egy atlétikai pályán szaladgáltok. Ez számomra meglepetés. Hát mi itt szaladgálunk most már lassan 12-13 éve, úgyhogy nekünk nem meglepetés ez. Ez kell a vívó sikerhez? Hát idáig bevett szokás volt nálunk, hogy futunk, úgyhogy. És mi azt hiszem az Oli is meg én is öttusázók voltunk annak idején, fiatalkorunkban, úgyhogy nem idegen tőlünk ez a mozgás. Zoli, te világbajnok voltál, és most olimpiára mész. Mit vársz tőle? Akármilyen furcsán is hangzik, ez lesz az első olimpia, amin részt veszek. Én nagy várakozással tekintek a játékok el, és maximális eredményt várok magamtól. Az mi? Döntőbe jutás a fő cél, és ott a legjobb szereplés. Amikor volt az országos bajnokság, akkor hát nem nagyon hízelgő nyilatkozatok jelentek meg a párbajtőrözőkről, még az is elhangzott, hogy nem is biztos, hogy elmentek az olimpiára. Aztán néhány nappal később egyszer csak valami alapvető változás kellett, hogy legyen, mert egyszer csak benne lettetek a csapatban. Hogy van ez? Hát ez, én szerintem ez egy félreértés volt az egész, mivel hogy a magyar bajnokság előtt már a csapat kiharcolta az olimpiai részvételt, nevezetesen Tauber Bischoffenben a első négy között kellett lenni a csapatnak. Egyéniben az Oli meg én azt évelején megmondták, hogy mindenképpen indulunk az olimpián, úgyhogy ez csak a csapatért ment. És hát azért, ha visszaemlékszem, nem is emlékszem olyan időszakra, hogy ne lett volna párbajtőr csapat az olimpián, tehát ez én szerintem ez csak egy félreértés volt az egész. Én meg nem emlékszem olyanra, hogy a párbajtőrözők ne szerepeltek volna nagyon jól az olimpián. Hát mi lesz most? Az olimpia az minden verseny mindenek felett áll.
és egész más hangulata van, mint bármilyen versenynek. Én szerencsére szerepeltem már olimpián Moszkvában, és egy ilyen olimpia helyettes versenyen. Ott jól sikerült a szereplés, volt egy ezüstérem, és volt egy aranyérem. Hát én nagyon bízom benne, hogy ez az olimpiai hangulat, főleg a csapatról beszélek, mert az egyéni ez egy olyan dolog, hogy kivel, hogy milyen szerencsésen jön össze, de a csapatban nagyon bízom, hogy ott leszünk, és pontszerzők leszünk. Van erre reális esély, Zoli? Én biztos vagyok benne, hogy pontszerzők leszünk. Az, hogy a hatodik helyezés a pontszerző, és nagyon bízok benne, hogy talán még előrébb is jutunk. Pontosan azért, mert az elvárás most velünk szembe, egy reális elvárás a hatodik hely megszerzése. Én saját véleményem az, hogy ez a csapat többre képes, többre lesz képes az olimpián. Az, hogy a négy fegyvernem közül a negyedik helyre vagytok pillanatnyilag besorolva, az hogy érint benneteket? Mi nem számolgatunk, mi a maximális eredményt, amit tudunk, ki fogunk hozni magunkból. Mi nem rivalizálunk itt a többi fegyveremmel, az ő sikerük a mi sikerünk is. Az ő sikereknek ugyanúgy örülünk, mint ahogy ők a mi sikerünknek. Szóval nálunk nincsen, hogy most a nőitől, vagy férfitől, vagy kart. Itt a magyar csapat van, közösen megyünk, közösen készülünk, egy nagy család vagyunk, és egymásért is dolgozunk. Téged az egyik utolsó nagy mohikánnak tartanak. Mi a elutazás előtti utolsó gondolatod, mondatod? Hát jó lenne, hogyha ez a 13 érmet, amit idáig szereztem a világversenyeken, mondjuk 14-re növelni. És a másik, hogy én nagyon remélem, hogy a párbajtőr csapat és az egész magyar csapat becsületesen helytáll és sportszerűen küzd a magyar színekért, akár eredményesen, akár eredménytelenül, de a sportszerűség legyen a cél. Ennyi. Tessék, lehet beszélni.